Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, és itt van velem Türk Attila és Sudár Balázs, a BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoportnak a kutatói. Szerbusztok! Szerbusz, Árpád! Szerbusz, üdvözöljük a hallgatókat! Köszönjük a hallgatókat! A honfoglalók hadszervezetéről szóló film kapcsán jöttünk össze itt beszélgetni. Hogyan indult ez a film? Úgy tudom, hogy ti voltatok valamilyen módon a kezdeményezői annak, hogy megvalósuljon. Igen, hát több mint egy éve, másfél éve merült fel igazából komolyan annak a gondolata, illetve hát úgy tűnt, hogy lehetőség, anyagi lehetőség is lenne rá. Arra vonatkozóan, hogy az idén már 10 éve létező Magyar Őstörténeti Kutatócsoport egy komolyabb tudományos ismeretterjesztő filmet tegyen le az asztalra. Tulajdonképpen bizonyos filmek már voltak, amelyek a honlapunkon is elérhetőek korábban, de azok inkább ilyen dokumentumfilm jellegűek voltak, elsősorban olyan régiókban, az Urálvidékről, a Nyeszter vidékről, Moldáviából, ahol mi az őstörténeti kutatásainkat végeztük. És hát tulajdonképpen volt már némi előtapasztalat azzal kapcsolatban, hogy azok a kutatások, amelyeket meg tudtunk valósítani az elmúlt 10 évben, ezekről készítsünk valamiféle filmet. Talán a másik nagyon-nagyon, amely az eredményeket bemutatja, részben a szakmának, meg részben persze azoknak a érdeklődőknek, akiknek hála Istennek azért elég szép számmal vannak. Balázs vezetésével ugye létrejött egy tudományos ismeretterjesztő, egy jó erős, tulajdonképpen tudományos könyvsorozat a Helikonnál, a magyar őstörténetről, nagyon sok képi és egyéb régészeti, viseleti és egyéb dolgot sikerült tisztázni, tehát tulajdonképpen a másik fő vonal pedig az volt, hogy a tudományos hagyományőrzés nagyon jól kiegészítette, vagy jól igyekezett válaszolni azokra a kérdésekre, amelyekre a régészet meg kiderült, hogy talán alkalmatlan lesz. Mert hogy nem kerül minden sírba annó. Ugyanakkor viszont, hogyha komolyan foglalkozik vele az ember, a régészeti forrásokkal, akkor egy csomó minden kérdésre a nüanszok révén választ kaphat. És így tulajdonképpen fölhalmozódott, azt mondhatnám, hogy az évek során egy olyan információs anyag, egy olyan tudományos anyag, ami nagyon sok képi vonatkozást tartalmazott, és hát tulajdonképpen egy filmért kiáltott, hogy ebben ezt hozzuk össze. Első körben egy kicsit bővebben gondolkodtunk, tehát egy picit több őstörténeti, régészeti vonatkozás, talán fölmerült egyébként még a friss archeogenetikai eredmények bemutatása is, de aztán úgy alakult tulajdonképpen, hogy a leglátványosabb és hát sokak számára a legizgalmasabb rész ez a had szervezethez, a hadászathoz, a fegyverekhez, az eszközökhöz köré csoportosítottuk, és hát tulajdonképpen így szűkült folyamatosan. És hát aztán kerestünk természetesen olyan, hogy mondjam, kivitelezőt talán, hogyha nevezhetjük így a digitális legendáriumot, aki megfelelő referenciákkal rendelkezett ahhoz, hogy ez a film elkészülhessen, és tulajdonképpen egy kicsit rá is bízhattuk magunkat, hogy a képi megjelenítésben, vagy a tudományos tartalmak közérthetőségében segítséget fognak nekünk nyújtani, és hát ehhez csatlakozott még ugye egyrészt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a Régészettudományi Intézete, ahol én egyébként szintén oktatok, illetve volt néhány olyan magánrégészeti cég, aki ezeket a témákat kifejezetten fontosnak tartotta, és tulajdonképpen ebből a hármas finanszírozásból, ebből a hármas pillérből alakult ki, jött létre ez a film. Aminek aztán tulajdonképpen a végső formába öntéséhez, illetve a megszövegezéshez, a részleteknek a kidolgozásához azért a Balázs már gyakorlott keze, szeme azért elég sokat hozzátett a végén. Attila, használtál egy fogalmat, ha jól értettem, azt mondtad, hogy tudományos hagyományőrzés. Így van. Ez mit jelent pontosan? Mi az, amiben elválik a, nem is tudom, nem tudományos hagyományőrzéstől? Vagy mik az is? Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt a két szót jelző szerkezetet így egyben használjuk, ugyanakkor viszont talán, mivel Balázs ezt gyakorolja maga is, ezért azt gondolom, hogy ő lenne igazából a szakavatott erre a kérdésnek a megválaszolására. Azt hiszem, hogy egy picit messzebbről kell indulni, hogy ez egy érthető dolog legyen. Ez egy furcsa viszony a hagyományőrzők és a tudósok viszonya. Szóval egyrészt az európai kultúra imád visszanyúlni a saját gyökereihez. Ha belegondolunk, hogy a barokk opera az úgy jön létre, hogy ők antik Görögországot szeretnének játszani igazándiból. Az is egy ilyen hagyományőrző megmozdulás. Lovagi tornákat a 20. század elején is játszottak Magyarországon, tök jó rekonstruált vértekben, meg mindenben. Tehát van egy ilyen fajta attitűd Európában, és aztán az a hullám, amiben mi is benne vagyunk tulajdonképpen, az nagyjából Magyarországon a 70-es években indul el, és hát nem egyszerű hagyományőrzőnek lenni, mert mindjárt ezt mondom, hogy ez hogy is van, ugyanis hát a hagyományőrző meg akar jeleníteni valamit, újra akar élni egy korszakot, meg akarja mutatni,
Hát ezt kétféle módon lehet. Az egyik verzió, hogy a hasára ütés valamilyen képregényből, vagy akárhonnan kivesz egy képet, és azt próbálja megjeleníteni. Ugye ez most már a filmek irányából jön ez a hatás, és mondjuk a Gyűrűk ura az rettenetesen nagy hatást gyakorolt a magyarországi kvázi hagyományőrzésre, nem a tudományosra, hanem a nem tudományosra alapvetően. Vagy van az a másik lehetőség, hogy egy hagyományőrző megkeresi a szakembereket, és azt mondja, hogy jó, nekem erre a kérdésre kellene válasz, és akkor tudnék valamit csinálni. Na most, ugye az első csoport az nem érdekes a mi szempontunkból, mert őket valójában nem izgatja a hitelesség. A második csoportot igen. Csak még ez a viszony sem alakult túlságosan könnyedén, mert egyrészt egy hagyományőrző az nem állhat meg félúton. Tehát a hagyományőrző módszerei, céljai azok mások, mint egy tudósnak a céljai és módszerei. Egy tudós mondhatja valamire azt, hogy nem tudom. Egy hagyományőrző nem mondhatja azt, hogy nem lesz rajtam gatya, mert nem mondták meg a kutatók, hogy pontosan hogyan kéne azt kiszabni. Hát valamit kell magára tennie, és akkor ezt meg fogja oldani valahogy. Egy valamiféle közelítéssel, ami tudományosan adott esetben nem védhető, viszont szükséges, mert nem kihagyható egy hagyományőrző szempontjából. És ez azért nagyon eklektikus megoldásokhoz vezetett, és a kutatói szakmát azt erősen elbizonyította abba az irányba, hogy egy hagyományőrző az komolyan vehető-e vagy nem. Másfelől viszont ott van az a probléma, hogy amikor egy hagyományőrző oda megy egy kutatóhoz, és oda mentek már a 70-es években is, hogy oké, de most akkor ő hogyan szabja ki a kaftányát, vagy oldjon meg bármit, amire szüksége van, ugye rengeteg mindenre van szüksége, akkor ilyen kérdésekre valójában sem a történettudomány, se a régészet nem tud épeszű válaszokat adni. Nem azért, mert felkészületlenek voltak a kutatók, hanem azért, mert nem ilyen típusú kérdésekre szoktak válaszolni, a forrásanyaguk nem engedi meg, hogy ezekre a kérdésekre csak úgy tudjanak válaszolni. Tehát a hagyományőrzőknek volt egy olyan megélésük, hogy gyanakodva néznek rájuk, és egy csomószor nem kapnak válaszokat a saját kérdéseikre, ez ma is, én ezt nagyon sokszor élem meg, mert egyszerűen a tudomány tényleg nem tud válaszolni minden kérdésre, nem azért, mert rossz indulatú, hanem mert, hogy nincsenek meg a forrásai, vagy pedig sok hónapi munkát kéne belefektetni egy-egy kérdésbe, ami hát nem történt meg. Másfelől pedig a kutatás meg nagyon sok fals dolgot látott, és azt mondta, hogy hát ez egy vállalhatatlan dolog. Ez egy nagyon nehéz viszony volt ilyen szempontból, és hát amikor én 10 évvel ezelőtt egy konferencián, a MÖT-nek az első konferencián, tehát Magyar Őstörténeti Témacsoport első konferenciáján bevittem a hagyományőrzés témát a közös kalapba, akkor azért nagyon furcsán néztek rám, és hát azért nem volt az egy nagyon könnyű dolog, mert mind a két fél furcsán nézett a másik oldalra, és hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon örömteli dolog, hogy ez elmúlt. Tehát, hogy mostanra szerintem egy rendkívül jó együttműködés alakult ki kutatók és hagyományőrzők között. Valójában azt lehetne szerintem mondani, hogy egy profi hagyományőrző, tehát az, akire az Attila azt mondta, hogy tudományos hagyományőrző, vagy tudományos alapon álló hagyományőrző, az valójában egy ilyen önálló kutatási irányt képvisel, a múlt megismerésének egy sajátos irányát, ami nem történettudomány, nem régészet, nem művészettörténet, hanem valami más. Mindezekből persze merít eredményeket, és szüksége van ezeknek a tudományterületeknek az eredményeire, és ugyanakkor meg olyan saját eredményeket produkál, ami ezeknek a területeknek meg nincs meg. Tehát, hogyha együtt tudunk dolgozni, akkor remekül ki tudjuk egészíteni egymás munkáit, és azt gondolom, hogy ez a honfoglaláskoros hagyományőrzés területén is most már mostanra megvalósult Magyarországon, és szerintem egy nagyon példaértékű folyamat ment végbe. Most, hogy ez miért nagyon nehéz a honfoglaláskori hagyományőrzéssel? Hát azért, mert a 90-es évektől a honfoglaláskor megjelenítésének, játszásának egy óriási hulláma van, és hát ennek az óriási hullámnak a jelentős része, hát az nagyon színvonal alatti. Tehát nagyon-nagyon sok mindenki csinál úgy, mintha honfoglaláskori hagyományőrző lenne, de valójában inkább valamiféle fantáziavilágban él. Úgyhogy ez megint csak nem tette könnyűvé a dolgot, de ugyanakkor egy nagyon nagy igény volt erre az egészre. Ez most arra beérett, én azt gondolom, ez a tudomány és a hagyományőrzés kapcsolata. Egyrészt nagyon jók a személyes viszonyok, sokan vagyunk, akik mind a két oldalon állunk, tehát akik kutatók is vagyunk, és hagyományőrzők is vagyunk. És az a honfoglalásnál azért nagyon fontos, mert mondjuk egy római koros hagyományőrző, vagy egy középkoros hagyományőrző, az meg tudja nézni a nyugati modelleket. Tehát meg tudja nézni, hogy mondjuk az angolok, a franciák, az olaszok, lengyelek, csehek hogyan csinálják ezt a dolgot. És csomó mindent el tudnak lesni, tárgyakat meg tudnak venni, ott van a minta előttük. Most a honfoglalás esetében ilyen minta nem nagyon volt. Tehát itt egy saját utat kellett kigyúrni, azért az mindig sokkal nehezebb.
Nem véletlen, hogy Magyarországon az ilyen 10-11. Százados hagyományőrzők körében a vikingek a nagyon népszerűek. Hát persze, mert az északi skandináv régió, meg Lengyelország, Oroszország, az Oroszországban nagyon erős ez a viking hagyományőrző vonal, tehát hozzájuk lehetett igazodni, tőlük lehetett tanulni. Honfoglaló magyart, azt nem nagyon lehetett senkitől se tanulni, ezt meg kell csinálnunk. Azt, hogy ezt meg tudtuk csinálni, az megint csak a tudomány nagyon erős fejlődésének és nyitottságának az eredménye, és a hagyományőrzés nagyon erős fejlődésének és a tudomány irányába való nyitottságának az eredménye. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, tényleg nagyon nagy eredmény, ami itt végbe ment. És hát ugye a film persze nem ezt a folyamatot mutatja be, hanem ennek a végeredményét mutatja be, és meg is kellene fordítani itt a dolgot. Ez a film ugye a honfoglalók hadszervezetéről szól, vagy hadművészetéről szól, és abban a nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy ezt a honfoglaló hadművészetet most már megfelelő módon tényleg jó minőségben be lehet mutatni, mert vannak olyan hagyományőrzőink, akik ezt képesek feleleveníteni és megmutatni minden ízében, és nem csak a hagyományőrzők, hanem például a kézműves mesterek is ilyenek. Tehát kialakult egy olyan kör, ami ezt meg tudta mutatni. Ez 5 évvel ezelőtt még nem így volt. A film szövegét, tehát a tartalmat azt mondjuk 10 évvel ezelőtt is nagyon hasonlóan meg lehetett volna írni. Vannak új eredmények, de azok részletek, kicsi részletek, amik javultak, persze fejlődött ez is. De a képi anyagot azt 5 évvel ezelőtt sem lehetett volna szerintem még leforgatni ilyen minőségben. Tehát ez most egy nagyon jó pillanatban született film, azt hiszem. És egyértelmű, hogy nemzetközi viszonylatban is én azt gondolom, hogy egy olyan produkciót sikerült létrehozni, ami nagyon rendesen fogja képviselni ezt a magyar vonalat a világban mindenfele, mert ez most már mérhető a szomszédországok hagyományőrzőinek a tevékenységéhez. Attila, úgy sejtem, hogy ezt a folyamatot te átélted kutató oldalról. Milyen volt, amikor Balázs behozta a hagyományőrzőket a konferenciára? Te mit tapasztaltál? Az igazság, hogy én alapvetően ugye honfoglaláskoros régészként elég sok tájtípusnak, mondjuk így a keleti párhuzamaival, használatával, egyebekkel személyesen is foglalkoztam, tehát amikor például egy új típusú íjmarkolatot sikerült ugye 2010-es évek elején kimutatni, kazár mintára, stb. Tehát bennem is óriási érdeklődés volt, hogy hogy állhat mindez össze. Tehát, hogy ez az életben tudnak ezzel mit kezdeni rekonstrukció tekintetében. Nagyon fontosnak tartom, hogy egész egyszerűen vannak olyan típusú kérdések, amelyek bizonyosan csak a tudományos hagyományőrzés segítségével lehet válaszolni, hiszen egy csomó minden nem kerül sírra, vagy ami a fő probléma, ugye, hogy ezek elenyésznek a Kárpát-medence talajviszonyai között. Ugyanakkor azt gondoltuk korábban, hogy egész egyszerűen ezekről le is kell mondani. Mármint arról, hogy rekonstruáljuk ezt az egészet, hogy hogy nézhettek ki. Tehát a 2000-es évekkel én azt gondolom, hogy még akár felismerült, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen filmnek. 90-es években volt Szegeden egy nagyon híres avar kiállítás, ahol egy ilyen rekonstrukciós jurtában ruhák és egyebek voltak az írott források és leírás és egyebek alapján, és elképesztő vita alakult ki a régészetben, hogy van ennek létjogosultsága, vagy nincs, vagy igazából hol van itt a fantasynek a határa, meg hol kezdődik a régészet. A filmmel kapcsolatban arra szeretném már ugye a nézők figyelmét előre fölhívni, ugye korábbi talán hasonló filmekkel kapcsolatban, hogy türelmesen várják ki a végét, nem is a stáblista miatt, hanem a szereplő régészeti leleteknek a tételes felsorolása miatt. Tehát a mi filmünkben azok a legfontosabb tájtípusok, amelyek megjelennek, teljesen egyértelműen honfogláskori, tehát igazi, konkrét régészeti leletek alapján készültek. Tehát ugye ez tulajdonképpen a tudományos hagyományőrzésnek is egyfajta kritériuma, hogy meg tudod mondani, hogy na, a te viseleted akkor karos 3/11, a te kengyeled innen van, stb. Tehát, hogy hajszál pontosan fel van sorolva, vagy milyen eredeti régészeti leletek alapján dolgoznak. Másrészt azért én ismerve a honfogláskoros régész szakmát, én nagyon bíztam, megvártam ezeket az eredményeket, már csak azért is, mert egy konkrét példát, hogy említsek, a honfogláskori lószerszámoknak a rekonstrukciója, meg az egész felhasználására volt egy 1966-os cikk, amit gyakorlatilag napjainkig idéztünk megállás nélkül. Minden alapvető kérdésben. Na most ugye erről a régész kollégáról aztán utána később ugye, hát részben a kollégák tudták, de hogy magunk között nem volt ilyen nagyon, hogy mondjam, beszédtéma ez, hogy ugye ő annyira betegesen félt a lótól, hogy nem nagyon mert 3 méternél közelebb menni. Természetesen azt megtette, hogy lement a Hortobágyra, és megkérdezte a csikósokat, hogy hogy lehet kikapcsolni azt a zablátot gyorsan a szájból, hogyha csak rövid időre van lóra, legeltetés, stb. Vagy mutogatott nekik honfogláskori apró leleteket, aminek a
funkciójáról fogalmunk sem volt, és ez egy hasznos dolog volt, na de most azért kaptunk értelemszerűen mi régészek kritikát, hogy hát figyelj, hogyha te felülsz lóra, akkor meg kellene nézni, vagy megpróbáltál már életedben fölnyergelni egy lovat, akkor ez így nem működik. És ezt nekünk mindenféleképpen figyelembe kellett venni, tehát ebből a szempontból is vártam azt, hogy igazából volt igény arra, hogy mivel egy irdatlan mennyiségű tudásanyag fölhalmozódott, amit nagyon fontos lenne megmutatni, egyrészt azért, mert az ember ugye a munkájáról szívesen beszél, a másrészt, hogy azok az emberek, akik kíváncsiak erre, hogy valójában mi az, ami megrajzolható a honfoglaláskori leletekből, azok pontos támpontokat kapjanak, és hát ugye kérdezted, hogy tudományos, nem tudományos hagyományőrző, tehát műanyag nyilvesszőt azért megvenni 10. századiként, ugye érezzük, hogy a kettő között hol a határ, meg hol van a fontos dolog. Balázs említette itt a nemzetköziséget a végén, ezt én is rendkívül fontosnak tartom, már csak azért is, mert ugye a honfoglaláskori régészet keleti kapcsolatrendszerét kutatva én azt látom, orosz-ukrán régészek egyre gyakrabban írnak arról, hogy tulajdonképpen a honfoglalóknak egy olyan karakteres kultúrája volt, főként a mondjuk így a fegyveres férfiak tekintetében, ami egyfajta divatot teremtett keleten. Tehát ezt ugye mentek ki magyar zsoldosok is, stb. Tehát, hogy egy fokozott nemzetközi érdeklődés is van, és volt, főként Kelet-Európában a honfoglaláskori viseletek megjelenítésére. Orosz rekonstruktőr rajzos kollégák jelentkeztek, hogy hát ők bizony a keleti leletek alapján nem így rajzolnának meg egy-két honfoglaló leletet, tehát mondjuk gondolok erre a klasszikus Benetton fürdőköpenyes kaftánviseletre, amit ugye László Gyula nyomán eléggé elterjedt, de nem hogy a negatív kritika volt, hanem küldtek hozzá sokszor olyan leleteket, meg rekonstrukciós rajzokat, ami alapján jobbá lehetne tenni, vagy szerintük jobbá lehetne tenni, és hát ugye Balázs is említette, hogy ők azért oroszok, lengyelek ebben, tehát a lengyelek, amit csinálnak tudományos hagyományozás tekintetében, az fényévekkel előttünk járnak, miközben nekünk van olyan anyagunk, ami meg őket is érdekli. Úgyhogy ebből kifolyólag már előre a film bemutatásához ugye jelzem, hogy az orosz és az angol nyelvű feliratozás már folyamatban van, hogy igazából tényleg így tud majd igazán nagyot ütni nemzetközi szinten is ugye ez az eredmény, ami pontosan fogalmazott Balázs, tehát egy kutatási állapot jelen pillanatban, de amikor megkaparunk mindig egy-egy kérdést, vagy egy problématikát, akkor tulajdonképpen kiderül, hogy még mennyi minden utána nézni való van, és amikor készül az ember, ugye, hát egy cikkre is lehet általában hatás, a Balázs által ugye szerkesztett 6 kötetes, ugye ez a Helikonos őstörténet sorozat, most már 3 egyetemen tankönyv, őstörténeti tankönyv, tehát jönnek a visszahatások, és amikor így megpiszkálunk egy-egy dolgot, akkor ugye elő szokott fordulni, hogy most szerencsére már ugye van internet, még akkor is ugye, hogyha ez a kelet-európai politikai viszony most egy kicsit zavaros, de egész egyszerűen konkrétan küldenek tárgyakat, meg képeket a keleti kollégák, amikor kapnak egy ilyen impulzus, hogy figyelj, mit szólnál ehhez, mit szólnál ahhoz, milyen. És ez egy olyan tudományos előrevitelt, vagy olyan előrehaladást tud okozni, amely adott esetben egy-egy részletkérdéssel kapcsolatban robbanásszerű fejlődést tud vinni. Tehát ez tulajdonképpen maga a film nem csak a nézők szórakoztatására készült, hanem van egyfajta tudományos igény is benne abban, hogy itt tartunk most, itt ezek a kérdések még itt vannak, és aztán majd megyünk tovább, hát ha kapunk új impulzusokat hozzá. Maga egyébként a film talán legnehezebb pozícionálása az volt, hogy tulajdonképpen az általános iskolától a szakmáig szóljon, tehát maga az időkeret is körülbelül azért lett ekkora, hogy mondjuk egy általános iskolai történelmi óra keretében is be lehessen adott esetben mutatni, de én úgy gondolom, és néhány régész kolléga, akinek már megmutattam, az például a vaskohászat, vassal kapcsolatos, vaskohászattal kapcsolatos részek, illetve maga egyébként a nyílkészítés, íjkészítés tekintetében is, még a régész kollégák, helyenként régész kollégák, de a régész hallgatók számára is számos új információval szolgáltak. És illetve hát a kalandozó hadjáratoknál szerintem a film második felében, ahol tulajdonképpen egy animációval be van mutatva az a stratégia, azok a mozgások, amikről általában beszélnek, de egy képi világban nem nagyon tudták ezt igazából elképzelni, talán sokszor helyesen. Én azt gondolom, hogy ezt emelték még ki a szakmai előzetes megnézések alapján, hogy ebbe hozott nagyon sokat a film, nagyon erős didaktika jött elő benne, hogy mennyivel minden világosabb lett. Ugye ezáltal. Tehát ugye ez a Doceo a délektára, ugye, hogy akkor gyönyörködtessünk is, mert szerintem egy izgalmas, jó film lett, a zene is jó hozzá, a képi világ is, de ugyanakkor ennek kapcsán pedig tanít nagyon sok minden. És még egy dolgot tegyünk hozzá, ami szerintem rettenetesen fontos. Ugye nyilvánvalóan egy filmnek a képi világa a döntő. Tehát az, amit látnak, az fog nagyon erősen hatni,
és egy jó képet azt nem könnyű megcsinálni. És az a nagyon fontos ebben a dologban, hogy itt nem arról van szó, hogy régészeti leletek, párhuzamok, mindenféle megfontolások alapján elkészült valami, amit ráadtak valakire, és az le lett forgatva. Ezek nem kosztümök, ezek nem színházi kellékek, hanem ezek a dolgok az adott hagyományőrzőknek gyakorlatilag a mindennapi tárgyai, amit sok órában próbáltak ki. Tehát a banyerekbe, ami a filmben van, lehet 10 órát lovagolni. Egyfolytában, abban a kaftánban el lehet húzni egy hetet, gond nélkül, vagy rengeteg időt terepen. Azzal a szabjával tényleg lehet vágni, azzal az íjjal tényleg el lehet lőni 200 méterre, vagy át lehet lőni egy akármit. Tehát, hogy ezek igazi dolgok. És ez, szerintem ez egy döntő különbség, hogy akár egyébként egy csomó esetben az animációkkal szemben is, hogy ezek a tárgyak és ezek az emberek, ezek hitelesek. Tehát aki szabjával vág, az tud szabjával vágni. Aki íjjal lő, az tud íjjal lőni. Ez nem színészkedés, ez valóság. És ez a valóságosság az, szerintem, ami nagyon erősen átjön a filmen, és ez nagyon nagy előny. Tehát, hogy a tárgyak is valóságosak, nem a film kedvéért készült csiri-cseri akármik, hanem ezek használati, viseleti tárgyak tulajdonképpen, bármilyen furcsán is hangzik, mert ezek az emberek, akik ezeket használják, ezek sokszor magukra veszik ezeket a viseleteket, különböző vagy fegyvereket, különböző alkalmak miatt, és ezért ezek kipróbál dolgok. Bennük van az idő, meg bennük van a gyakorlat, bennük van a használat, és ez borzasztóan hitelessé teszi a képeket, és sokkal erősebbé teszi a képeket. Ez egy óriási előny, azt hiszem. És én úgy gondolom, hogy ha valamiért fog ez működni, akkor többek között ezért is fog, meg hát ne felejtsük el, hogy a filmkészítő stábunk az olyan volt, hogy egy gyönyörű képeket csinált, szóval az megint csak nem egy kis teljesítmény. Azt hiszem, hogy sok minden állt össze ebben a filmben ahhoz, hogy ez egy hatásos film legyen tényleg. Kik voltak azok a csapatok és mesterek, akiket behívtatok ebbe a filmbe, és miért? Most itt a stáblistán ott lesz mindenki, bizonyosan. Előre is, hogyha valakit kihagyunk, akkor nem szándékos, de néhány nevet meg csapatot kérlek, hogy említsetek. Hát azt lehet erre mondani, hogy azért ez egy szerencsére nem nagyon szűk kör, de hát nem egy óriási kör. Pontosan tudjuk egymásról, hogy ki milyen minőségben végzi a munkáját, mármint a hagyományőrzők között, ki milyen igénnyel, minőséggel készül fel, és azt lehet mondani, hogy ebben a filmben gyakorlatilag a magyar hagyományőrzés, honfogáskoros hagyományőrzés legjava van jelen. És hát ez meg is látszik egyébként, majdnem mindenki ott van, lehetett volna még néhány ember, volt, aki nem tudott eljönni a forgatásra, így ugyanúgy, tehát korlátozott volt a film ideje, hát valójában egy felekkora filmre készültünk, tehát egy felekkora filmmel indultunk, csak annyira jó lett a képanyag, hogy aztán hízott, és akkora lett amekkora, és még így is rövidnek érezzük, mert mindenki azt érzi, hogy ez kimaradt, az kimaradt, amaz kimaradt, pedig már egyszerűen nem volt hova beletenni, tehát mondjuk egyébként ez is az erőt meg a gazdagságát jelenti ennek a hagyományőrző világnak, hogy még egy ekkora film bőven kijött volna belőle. Hát egyrészt vannak kézművesek, akik nagyon fontosak, Tiele Ádám például, aki a vaskohászattal, kovácsolással foglalkozott, vagy a Magyar Történelmi Íjász Társaság, aki az íj- és nyílkészítés, tegezkészítés dolgait mutatta be, de ötvösök, kovácsok, tehát sokan jelentek még meg ebben a filmben, és hát akik meghozzák a karaktereket, tehát a harcos karaktereket, az a Keleti Szövetség, Nyugati Gyepű, Zengőnyíl, hát gyakorlatilag néhány vezető csapat ebből a közösségből. De azt gondolom, hogy egy olyan átnézetet sikerült mutatni, és egyébként azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból sem készült még hasonló film, hogy ugye, hogyha László Gyula rajzait nézzük, akkor ilyen egyenhonfoglalók vannak benne. És hogyha megnézzük a nem nagyon tudományos hagyományőrzést, azok is ilyen egyenhonfoglalók. És én már a forgatás után döbbentem erre rá, amikor az összevágott anyagot néztem, hogy na de könyörgöm, hát itt most nekünk van egy igazi pásztorkatonánk, aki egyébként is az élőben már, mint hogy állattartó, akin látszik ez az egész világ, és fölül a lóra, és persze elő az íjjal, de hát egy pásztorkatona egy szálkaftánban. És akkor van egy vezéri karakterünk is, aki páncélingben, és a mozgásán látszik, hogy ő egy harcos, tehát hogy ő harcosnak készül, nem egyébként harcol, hanem hogy ő valódi, és hogy van a fejedelmi kísérlet, akikkel látszik, hogy ez egy van egészen másik világ. Tehát, hogy az a katona, aki azért katona, mert egyébként ezt is tudja valamilyen szinten csinálni az életmódjából, meg akinek ez a teljes élete, hogy katona legyen. És akkor egyébként van olyan csapat, aki pedig meg tud mutatni egy profin, egy honfoglaló előkelőt, hogy az úgy hogy néz ki, és akkor az ember nem attól lesz előkelő, hogy rámondják, hogy ő egy előkelő, hanem látszik rajta. Ez egy óriási dolog. Tehát, hogy teljesen különböző karaktereket meg tud jeleníteni már ez a magyar honfogáskoros hagyományőrzés, és
nagyon jó pofán jött ki, hogy a különböző csapatok valójában különböző életmódokra, vagy az élet különböző szegmenseire mennek rá, és ez nagyon szépen kijön a filmben. Tehát ez pont a honfogáskor színességét tudja megmutatni, ez sose volt így meg filmen Magyarországon. Azt hiszem, hogy elérkeztünk oda, hogy miről szól ez a film. Nagyon sokat beszéltünk a létrejöttének a körülményeiről, meg arról, hogy mi van benne. Mi a témája, mik azok, amikről beszéltek benne? Az a címe, hogy Lovakon nyergekben, honfoglalók hadművészete. Nagyjából mindaz, ami valamilyen módon a honfoglaló harcászattal kapcsolatban hozható. Ez ugye több okból is kiemelt téma lehetett. Egyrészt azért, mert ez egy nagyon emblematikus dolog. Tehát ez a hátrafele nyilazunk, meg a magyarok nyilaitól ments meg uram minket. Ezek ilyen alap toposzok tulajdonképpen, olyan toposzok, amik benne vannak a magyar közösség fejében, benne vannak a tankönyvekben. Tehát, hogy ez egy ilyen marker tulajdonképpen, ez egy ilyen magyarság szimbólumnak nevezhető. A honfoglalókból, ha valami nagyon erős, akkor pont ez ugye a kalandozó hadjáratok. Szóval van egy csomó dolog, ami ehhez kötődik. Ezért eléggé adta magát, hogy meg lehetne mutatni. Másfelől a honfoglalók életmódjából talán éppen a harcászatot ismerjük a legjobban, hiszen rengeteg régészeti lelet elsősorban a harcászathoz kötődik, vagy leginkább arról mond el sok mindent, és harmadrészt pedig a hagyományőrzés is leginkább a harci technikákra, meg a harcosokra ment rá. Tehát ez egy olyan terület, ahol így a tudásunk, a társadalmi, tehát a mai világban betöltött szerep, vagy az önképben betöltött szerep, meg egyébként a lehetőségek nagyon szépen összetalálkoztak, és így azt hiszem, hogy adta magát, hogy ez legyen a téma. Persze ez nyilván egy szűk téma, de egy nagyon emblematikus és nagyon erőteljes téma, és akkor ezt veszi végig a film, elindulva onnan, hogy szóval ez nem egy beszélőfejes film, ez fontos, tehát nem arról van szó, hogy tudósok elmondják, hogy mennyi az annyi, hanem egy kicsit olyan, mintha egy, illetve több honfoglaló közösségi életébe bepillantana a kamera. Mindenki teszi a dolgát, és a kamera pedig ezt felveszi. És akkor a narráció ezt magyarázza el tulajdonképpen, hogy ott mi látható. És úgy épül fel a film, hogy az elején elindul onnan, hogy na jó, de egy harcosnak fegyver kell, honnan vannak meg ezek a fegyverek, hogyan készülnek el ezek a fegyverek, itt az eleje az a mesterségeknek a szakasza. Aztán jön maga a harcos, a közkatona, a pásztorkatona és a profi. Őket magyarul bátornak vagy alpnak hívták ebben az időben. Ugye ez ma már nem egyértelmű nekünk, meg az oktatásba se került még bele, de hát, hogy mondjuk Nyír Bátor nevében az a bátor, az azt jelenti, hogy ő egy elit profi harcos, ahogy Alpár nevében is az alp, az azt jelenti, hogy profi harcos, tehát a fegyveres kíséret tagja, mondjuk. Tehát, hogy őket is bemutatjuk külön, és akkor utána jön az a rész, amikor a sereg, tehát, hogy eljutunk odáig, hogy mekkora egy sereg, meg az hogy van, és utána animációval mutatjuk be, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy vannak a hadjáratok, miért vannak hadjáratok, milyennek az oka, hogyan harcolnak, maga a harctéri taktika az, hogyan alakul, és hát aztán nyilván a film az azzal végződik, hogy ez 10. század második felére voltak éppen hogyan fut ki, illetve hát egy picit utalunk arra, hogy hogyan él majd tovább. Két apró nüansszal egészíteném ki, talán ami esetleg a nézőket érdekelheti a háttér miatt, de az időkorlátok miatt ugye ez szűkösen tudott belekerülni, tehát az elején van egy rövid őstörténeti összefoglalás is, tulajdonképpen egy animációs részben, hogy nagyjából merre vándorolhattak a magyarok. Ez gyakorlatilag a legfrissebb régészeti eredményeken alapul, tehát a kelet-európai kutatásokon alapul. Ezt azért nem tudtuk legalábbis ebben a filmben most részleteiben bemutatni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem egy ilyen népmesei megrajzolt, bizonytalan alapú dologról van szó, hanem ez komoly kutatásokat tartalmaz, és komoly leletekkel és kutatásokkal van alátámasztva. És ami még a másik, talán erre sem gondolnak majd úgy sokan elsőre, hogy a kalandozó hadjáratok esetében pedig az a Bácsitjai Dániel történész kolléga volt a szakértőnk, aki ehhez kapcsolódó forrásanyagból készített egy egészen friss doktori disszertációt, és az egész kalandozó hadjáratoknak a megítélésében, lefolyásában, pontos időrendjében, ő nagyon-nagyon azt gondolt, hogy ezzel kapcsolatban már nem sok újdonság lesz, most kiderült 2017-ben, hogy hát még jócskán van mit kutatni ezen is, mert az nem úgy volt, nem akkor volt, nem konkrét hadjáratnak a lenyomata az adott írott forrás, stb. Tehát az a rész is egy friss kutatáson alapuló bemutatás. Tehát tulajdonképpen minden részben nagyon-nagyon sok olyan alapkutatás van a háttérben elrejtve, ami nincs részleteiben kifejtve, de hogy tulajdonképpen úgymond meg lehet védeni, vagy részleteiben el lehet beszélgetni mindegyik részről, hogy az miért olyan formában szerepel ott,
Ugye hát azért itt ez az egy-másfél év, amíg gyúrtuk a forgatókönyvet, ugye ez egy elég komoly vitákkal, meg előkészítéssel, beszélgetésekkel járó folyamat volt, hogy mit emeljünk ki, mit mutassunk meg, mit magyarázzunk el, és mi az, ami természetes, de az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen a film minden egyes részlete, mind az események bemutatásától, mind a tárgyak bemutatásáig, ezek tudományos alapon készültek, és adott esetben ugye kérdésekre meg lehet pontosan válaszolni, hogy miért ezt jelenítettük meg, és miért így. Ezért javaslom, hogy a nézők majd esetleg az animációs betéteket se egy ilyen meseszerű átkötésnek vegyék, hanem azok a régiók, meg azok a dolgok, amik ott be vannak mutatva, az kőkemény tudomány adatok. Talán nem szokványos, hogy film készül tudományos eredményekről, új tudományos eredményekről. Ez mennyiben volt új nektek, vagy mennyiben volt ez egy más típusú kihívás? És talán ez a lényeg, hogy miért film készült belőle, miért nem mondjuk egy tanulmánykötet, vagy egy összefoglaló ismeretterjesztő mű? Az őstörténeti témacsoport, illetve most megkutató csoport, az kezdettől fontosnak tartotta azt, hogy a tudományos eredményeket meg kell osztani a közzel, hiszen erre óriási igény volt. Ezt a könyvsorozatunk sikere is teljesen világosan mutatta. Mi az első perctől gondolkoztunk valamiféle képes, filmes megjelenítésben, csak hát azért az egy óriási összeget jelent, tehát az abból a költségvetésből akkor nem tudott volna megvalósulni. Most jutottunk el odáig, hogy ezt is meg lehetett csinálni, ez be volt tárazva. Tehát ma már, ha valamit át akar ütni az ember, vagy el akar mondani, és azt szeretné, hogy sokakhoz eljusson, akkor hát ezt filmes formában kell csinálni. Tehát, hogy megvannak a könyvek is, megvannak a tanulmánykötetek is, persze. De egyszerűen szükség van arra, hogy film is legyen. Tehát, hogy ez egy szükséges és már régóta várt lépés volt, hogy ez megvalósulhasson. Nagyon-nagyon jó, hogy ez most megtörténhetett. Attiláik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ennek meg legyen a háttere, tehát ez nem magától van. Hogy mennyiben kihívás, vagy másféle kihívás, hát teljesen más milyen. Egy filmnek, egy film készítésének mások a szabályai, mint egy könyvének, vagy egy kiállításének. Persze vannak hasonló dolgok, nagyon-nagyon nehéz mondjuk egy filmnek a szövegkönyvét meg én a narrációját, mert elképesztően feszesen kell fogalmazni, és minden szóra figyelni kell tényleg, mert nincs idő valójában. Tehát például ilyen szempontból is nehéz. Nagyon nehéz az, hogy mi az, amit a filmkészítés eszközeivel meg lehet mutatni, mi az, amit nem lehet megmutatni. Mi az, amit a lehetőségeink, mondjuk a hagyományőrzők lehetőségei, képességei adnak, és mi az, amit nem adnak. Ezt hogy lehet kijátszani, hogy nincs 3000 honfoglaló Magyarországon, aki kilovagoljon egy mezőre, 1000 sincs, sőt 100 sincs, akit ki lehetne lovagoltatni egy mezőre, hogy akkor látszódjon, hogy milyen egy honfoglaló csapat, ugye? Tehát, hogy ezek mind körülmények, amiket valahogy meg kell oldani, rengeteg apró különbséggel, vagy problémával. Az, amikor mondjuk ősi technikákkal dolgozunk, de például egy modern szerszámot használunk, és akkor az jobb lenne, ha nem látszana a filmen. De ha az ember most hirtelen előkap egy hagyományosnak tűnő szerszámot, az meg lehet, hogy nem úgy működik a kezében, mint amit minden nap használ. Szóval, hogy rengeteg ilyen apró probléma merült föl, amin nagyon sokat kellett dolgozni, teljesen más problémákat hozott ki egyébként. Például a mesterségek oldalán is világosan ott volt, hogy oké, mi szoktunk valamit valahogy csinálni, jó, de ezek nem honfogáskori eszközök, most akkor mi csináljunk? Tehát akkor ezt hogy lehet áthidalni? Akkor abból mindjárt ott volt a kérdés, hogy na jó, de akkor a honfogáskorában hogy hidalták át ezeket a problémákat? Mivel oldották meg? Akkor annak utána kellett menni, végig kellett gondolni. Tehát maga a film készítés folyamata egy csomó szempontból generálta a továbblépést igazándiból. Mondhatjuk úgy is, hogy a kutatást, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a múlt megismerését, vagy a múlt jobb megismerését. Szóval nagyon más én azt gondolom, őrült nagy munka. De nagyon izgalmas és nagyon megéri szerintem. Ilyen típusú film nekem azt hiszem ez volt az első, korábban két vagy három ilyen dokumentumfilmszerű őstörténeti jellegű munkában vettem részt, ami elsősorban arról szólt, hogy a cél az volt, hogy például megmutassuk az Urálvidékét, mert valahogy az egész viszony ezekhez a régiókhoz, az emberekben átalakul, amikor egész egyszerűen látják konkrétan. Tehát, hogy néz ki a Dél-Urál, hogy az Urálvidéken sztyep van, stb. Tehát, hogy nem egy Himalájaként kell elképzelni, és egy csomó negatív attitűdöt is ezáltal. Egy Nyeszter folyó, hogy néz ki Kelet-Európában, hogy folyik egy kurgánásatás. Tehát egy olyan dolgokat sikerült bemutatni a régészet és az egyéb kutatási munkánkból, ami egy kicsit az attitűdön változtatott talán, vagy legalábbis azon a szerintem jogos elvárásom, hogy hát, hogyha a magyarok eredete az egy kérdés,
Ez egy tudományos kérdés, nem egy érzelmi kérdés, már pedig ez, hiszen ráadásul magyar őstörténet az nem, hogy nem pusztán magyar belügy, hanem ugye legalább 3 vagy 4 kelet-európai ország történelmének a része. Tehát ez egy nemzetközileg releváns tudományos kérdés, ezért is lesz fontos, hogy orosz és angol felirattal ez a film is menjen, ezekkel a megfelelő profi viseletekkel. Úgyhogy hát nem volt egyszerű, ez tagadhatatlan. Ugye itt Galina Zsoltnak a nevét kell még megemlíteni, aki a logisztikai részben velem elég sokat dolgozott a végén, tehát hogy meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, amelyek során létrejöhet a film, de hát a digitális legendáriumnak szerencsére úgy állt hozzá, hogy az Ödönék is nagyon szerették volna, hogyha ez egy ilyen valamiféle, talán néha úgy éreztem, hogy presztízs munkának érzik azt, hogy nem elsősorban az anyagi dolgok számítanak, hanem hogy hát ők, mint akik tulajdonképpen ilyen historikus dolgokban, talán azt gondolom, hogy itthon a legjobb referenciákkal rendelkeznek, szerintem ezt talán tudják is magukról. Ebben a témakörben is, a Sok jó középkori film után, ebben a meglehetősen, hogy mondjam, ilyen vitatott, vagy ilyen nagyon hot potatónak számító témakörben, mint a honfoglalás is, hogy akkor oda tegyék a névvegyüket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenkiben megvolt a szándék, és hát természetesen rendkívül sok tanúság van, hogy esetleg ne adj Isten, hogyha lesz egy következő film, akkor azt hogyan kell csinálni, hiszen ezt a műfaj Balázsnak ebben ugye már szerencsére ugye neki volt valamilyen tapasztalata már ebben, most már mi régészek is majd legközelebb jobban tudjuk majd, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. Úgyhogy köszönjük szépen a alkotás közös örömét. Mi az, amit fontosnak éreztek, vagy mi az, amit legfontosabbnak éreztek a filmben, mikor figyeljen oda a néző leginkább, amikor valami fontosat vagy újat hall? Hát én azt gondolom, hogy mindig figyeljen oda. Azt hiszem, hogy rengeteg olyan apró dolog van benne, amit lehet, hogy első megnézésre nem is fognak észrevenni. És egyszer csak majd eszébe jut valakinek, hogy ja, de ott volt. Tehát ilyen szempontból mondani, hogy nagyon sűrű ez a film. Azt lehet mondani. Nagyon sok izgalmas dolog van benne, amire nincs rámutatva külön, nincs elmesélve, mert nem is lett volna rá mód, de ott van a képben például. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek a filmnek az egyes darabjai is megállnak, ahogy az Attila is mondta, hogy hát egy külön egység az, hogy akkor most a honfoglaláskori vaskoházat az hogy működik, az egy 5 perces, 3 perces blokk, az úgy önmagában is megáll, az önmagában is egy egység, hogyha valakit ez érdekel, akkor csak annyit megnézés már beljebb van, mert látja, nagyon nekem az egyik kedvenc részem volt benne, szerintem zseniális, ahogy az meg van fogva. De ugyanezt el lehet egy csomó egyébről is mondani a filmmel kapcsolatban, szóval, hogy én azt hiszem, hogy nagyon sokféle ember, vagy sokféle érdeklődésű ember meg tudja benne találni azt, ami őt aztán majd nagyon fogja érdekelni, és akkor neki az a részlet lesz, ami izgalmas és érdekes lesz, másoknak meg más részek nyilvánvalóan. Az a szerencsé, hogy sok különféle dolog van ebben a filmben, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan találnak benne kedvükre valót. Én úgy gondolom, hogy tényleg jó sűrű és tömény lett ez a film, szerencsére. De ha mindenféleképpen ki kell valamit emelni belőle, ugye az előbb a filmkészítésre kérdeztél rá, Balázs így finoman válaszolt is, hogy hát manapság egész egyszerűen nem üt át más, csak a kép. Tehát egyszerűen egy olyan világban élünk, ahol most nem is azért, hogy hatást akarjunk gyakorolni a nézőkre, de egész egyszerűen az információ egyszerűen nem lehet ma már így narrációba elmondani, tehát képvilágként. Ugyanakkor, ha valamit szeretnék kiemelni, akkor biztos, hogy többször meg kell nézni a filmet. Először talán úgy, hogy nézzük meg a tárgyakat, a képeket, a fegyvereket, hogy hogy áll, hogy ül a lovon, miért úgy száll, miért azon az oldalon van, hogy néznek ki azok az övveretek. Tehát, hogy egy kicsit egy maga az a tárgyi világ, amelyet egyébként, hogyha bemegy a Magyar Nemzeti Múzeumnak a honfoglalásos kiállítására, akkor ott fogja látni azokat a tárgyakat, ugye? Csak hát nem ilyen közvetlen környezetben, de ott mindenbe fog neki ugrani a filmből. És aztán utána több réteg van, így van, lesz egy kognitív réteg, hogy nézzük meg, hogy működtek akkor, tényleg hogy nézett ki a katonasság, most már teljesen egyértelmű ez a két rétegben, amit tulajdonképpen már réges-régen ki kellett volna mondani, ugye az európai analógiák alapján is, úgyhogy én ezt mindenféleképpen én is egy ilyen több rétegű dolognak gondolom, és hát reméljük, hogy a igazán jó és tartalmas rekonstrukciók égnek bele a nézőknek a retinájába. Attila, említetted, hogy hoz ez a film új dolgokat, és majd egyszer egy következőnél talán. Mi az, ami nektek ilyen következő lépés lesz a film után, vagy következő lépés lehet? Mi az, amiben megbolygatta az érdeklődéseteket, meg az eredményeiteket, hogy na, akkor ezzel kéne még mélyebben foglalkozni? Én nagyon szívesen veszem mindig a reakciókat, tehát be fogjuk gyűjteni egészen biztosan a reakciókat, hogy kinek mi tetszett, mi nem tetszett, esetleg milyen kérdések lennének még bizonyos részletekkel kapcsolatban.
Biztos vagyok benne, hogy ha már a honfoglalóba belevágtunk, akkor a mindennapi élet meg a női viselet, például az ékszerek, ugye, a divat, a textilekről, bőrökről, szerves anyagokról például egyre többet tudunk meg, nagyon apró maradványokból, egészen biztosakat lehet mondani. Tehát például ez a kérdés talán lehet, hogy a egyik legkomolyabb vitát fogja generálni, hogy miért ilyen sejmekben, ilyen kaftanokban, meg miért ilyenekben, ilyen textileket mi alapján rekonstruáltuk, ez hogy van. Talán lesz, hogy ez elő fog jönni a film kapcsán is. Ezt az irányt szerintem mindenféleképpen érdemes lesz továbbvinni, de ugyanakkor én például nagyon tudnék gondolkodni abban, hogy megmutatni azokat az oroszországi, ukrajnai és moldáviai az elmúlt 10 évben iszonyú mennyiségben előkerült honfoglaló párhuzamot, leleteket, az talán egy kicsit ilyen dokumentumosabb jelleggel, meg azokat a régiókat, hogy hogy néznek ki, és hát tulajdonképpen van még egy igazán nehéz dió, bár szerintem adtunk az archeogenetikus kollégáknak egy jó tippet itt a film második felében a kalandozó hadjáratoknak a bemutatásával, logisztikájával kapcsolatban született kétdimenziós animációkkal, hogy egy ilyen rendkívül száraz és rendkívül bonyolult dolgot, mint a archeogenetikai kapcsolatok, amiről ugye csak azt olvassuk folyamatosan, hogy egyre több, egyre újabb, egyre szorosabb, egyéni rokoni kapcsolatok, stb. Mutathatók ki, hogy ezt igazán valamilyen formában meg lehetne jeleníteni úgy, hogy mondjuk egy általános iskolai osztályba is le lehessen ezt vetíteni. Világos legyen, hogy a biológiai ős meg a történeti ős nem feltétlenül ugyanaz. Tehát itt lennének még azért mind a látványvilágában, mind pedig a tanítás vagy az információ átadás világában még olyan irányvonalak, amelyeket szerintem meg lehetne jeleníteni. Én legalábbis azt gondolom, hogy lenne rá talán érdeklődés, de hát majd ezt meglátjuk. Nekem ennél sokkal prózaibb ötleteim meg terveim támadtak a forgatás közben. Én ott voltam a terepen, tehát hogy forgatásokon, sőt benne is vagyok a filmben egy picit. Rengeteg olyan apró kérdés van még, hogy oké, hogy körülbelül megfogtuk a honfoglalókat így kinézetre, de hogy szerintem például még mondjuk a kaftán viseleten, vagy az övviseleten rengeteg finomítani való lenne. És ennek megvannak a lehetőségei, tehát ezt meg lehet csinálni, csak egyszerűen a háttérmunkák nem készültek el, tehát talán pont azért, mert nem volt ilyen típusú igény, egyszerűen nincsen felgyűjtve az ikonográfia sem, egy csomó minden hiányzik, és közben megoldható lenne, ez az egyik fele. A másik fele, ami szintén a hagyományőrzésnek a kézműves részéből következik, hogy a papír bármit elbír, tehát bármit le tudunk rajzolni, és az nagyon jól fog kinézni. A gyakorlat meg nagyon más, és a gyakorlat azt mutatja, hogy az anyagoknak megvannak a maguk jellegzetes tulajdonságai, és megvan, hogy mit engednek és mit nem engednek. Tehát, hogy papíron nagyon széles a fantáziaköre, de az anyag ezt a fantáziát leszűkíti, mert egyszerűen megvannak a maga lehetőségei és korlátai, és én ebben azért még nagyon sok lehetőséget látok, hogy ezt szisztematikusan végig kell vinni. Ahogy az Attila is mondta, hogy hát ott van mondjuk az íjból pár agancslemez darab marad meg, és mégis elég nagy biztonsággal meg lehet csinálni egy íjat, hogyha megvannak azok az információk, amik ide bevonandóak, meg olyan szemmel tudunk megnézni maradványokat, hogy ebből tanulságokat vonjunk le. És hát az én fejemben egy csomó ilyen kérdés merült fel, meg kutatási irány merült fel, nem elméletben, hanem gyakorlatban, tehát hogy mit hogy kéne csinálni. Szerencsére nem csak nekem, úgyhogy azt gondolom, hogy például honfogáskori viseletrekonstrukciókon azért még nagyon lesz mit csinálnunk. Ez nem azt jelenti, hogy a mostaniak rosszak lennének, vagy hogy ne lennének vállalhatóak, csak lehet, hogy még finomítani lehet az egész dolgon. Lehet, hogy jobban meg lehet fogni tendenciákat, jobban meg lehet fogni magát mondjuk a 10. századot, a 10. századon belül a magyarokat. Tehát, hogy szerintem ott még lesznek izgalmas dolgok. Úgyhogy a film a maga gyakorlatiasságával, meg azzal a kényszerrel, hogy meg kell jelennie valaminek. Egy könyvbe leírhatom, hogy kaftán, de amikor a filmen ott van, akkor az egy bizonyos kaftán, és nem mindegy, hogy milyen. Tehát ez a gyakorlatiasság dobott fel egy csomó megválaszolandó kérdést, tehát aztán majd meglátjuk, hogy mire és hogyan lesz idő meg lehetőség. A hallgatóban valószínűleg egy kérdés biztosan van, azaz, hogy hol lehet ezt majd megnézni, és amennyire én tudom, ez még nincsen leütve a felvételnek a pillanatában. Úgyhogy azt tudom ígérni, hogy amikor megjelenik ez a beszélgetés, akkor a leírásba beletesszük, hogy pontosan hol lesz ebben a bemutató, hogyan lehet elérni ezt a filmet. Türk Attila, Sudár Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ezen a beszélgetésen, és elmondtátok a gondolataitokat. Kedves hallgató, neked pedig köszönöm, hogy eljutottál idáig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon.
ott hírt fogunk adni a filmről is mindenképpen. Ha pedig valamilyen podcast megosztón hallgatod ezt a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékeld, hogy minél többekhez eljussunk. Attila, Balázs, köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.